70! Azaz 70 millió forintért fogunk megküzdeni. Ugyanis 25 milliót rejteget az ország legrégebbi sorsegye, a Super Banco. És ebből kettő darab van, egy nekem, egy Szabinak. Az már 50? Az már 50. Ha kérdezitek, hogy hol a maradék 20, Viktor, hát nem tud számolni. Itt van 10 az én mérleges asztrómon, és itt van 10 a Szabi. 70! Kos! Hát a kos, ha megfordított, sok, mert sok pénzt nyerünk most. Úgyhogy. Igen, az lesz a lényeg, ennyire még nem voltunk elhatározva, mint most, mert sok pénzt akarunk nyerni. Sok pénzt. Úgyhogy ennyi, tehát a lényeg az elhatározás. Úgyhogy, Viktor. Meg akarom nyerni a főnyereményt. Így van, meg akarjuk nyerni. Ha ezeken esetleg nem sikerül, akkor jön majd a sors egy kaparós videónk végén a bónusz mém! A bónusz sors egyél a kis karácsonyért megint. Na, asztróval akarok kezdeni, meg akarom nyerni a főnyereményt. Melyik mezőn? Mert tudom, hogy valamelyikkel megnyerem, és hogyha az asztróval nem nyerem, akkor biztos van 25 millió. Jó, jogos a felvetés. Itt kezdem le, mert tudom, hogy egy vesztes, tudod, mert itt csak 5000-et lehet nyerni, de én a főnyereményért jöttem. De hogyha 5000 gyerünk, akkor szomorúak vagyunk, ugye? Látod? Nincs. Egy szám se ugyanaz. Két 20-as. Pöh, ki a fenét érdekel. Keresünk meg a mérleg szimbolt. Ez egy rák, vagy skorpió, én nem tudom. Az anyám. Itt a tiéd. Ó, jaj. Kos. Ez te vagy. Ez én vagyok, a bak, meg más is. Nyilas. Csongor. És egy vízöntő. Akkor itt kell lehetőzni a pénznek. Na, szeretném látni, pezetta, nem, 10 millió. 5000 10 pezetta, millió. 300 pezetta, ott van. 10 millió. 10 millió. Ó, és egy sincsen rajta, de nem baj. Hát tudom, hogy nyertünk. Azt mondod, hogy bakter. Igen. Tudom, hogy nyertünk 25 millió forintot a Superbankóval, amivel a legelső igazán nagy nyereményemet, ahol kiszagoltam, hogy itt két arany úgy van. Zsérnyes, hogy lájkoljátok azt a momentumot, ha megvan a fejetekben. Tehát az biztos, hogy megvan a fejetekben. Az nagyon jó volt. Papírpénz, aranyról, nincs. Ha akkor voltunk a csúcson. Ha azt akarjátok, hogy megint a csúcsra kerüljünk, akkor légy szíves, ne pörgessetek bele a videóba. Nézzétek végig, akár lenélik a háttérben. Igen, tehát addig igyatok egy kávét, főzzetek virslit vagy valami. De hogyha sokáig nézitek és kommenteltek, akkor valószínű, hogy trendingálni fogunk. Come on! Segítsetek minket trendingbe kerülni. És akkor sok pénzt kaparunk és sok pénzt, vagyis hogy sok pénzt kapunk, és ezért sok pénzt kaparunk. Egyikből sincs kettő. A szépből sincs. Még mindig nincs kettő. Kupát a papa... Oh my... Nem baj, 10 millió. Nem baj, még itt jött a 10 milliós. No. Szabi! A te sorshegyeidbe rejlik a 10 vagy a 25 millió forintos főnyeremény. Megnézzük, hogy ott van-e tényleg? Én szeretném megnézni. Vagy csak hebrencskedtünk idáig? Én szeretném. Én nem hiszem. Nézzük meg! Jó! Főnyeremény videó! Szerbusz, Szabi! Azon gondolkoztam, hogy ha nem elékeződnék meg a 25 millióval, akkor itt második eséllyel nyerhetünk 5 milliót. Át az ki a felének kell. A legnagyobb pénz, úgyhogy... Viszont a 10 millióval már biztos, hogy megelégednék, ezért most az elfér. Talán ha a 25 milliót nem nyerem meg, de a 10 milliónak örülnék, úgyhogy én ilyen formában fogok gondolkozni, és a Superbankó ősrégi sorsegyen próbálom meg először a kaparást. Az ősrég. És először itt nézzük meg a kis... De ott tudjuk, hogy nem jönünk, hiszen a főnyereményre jöttünk. Így is van. Semmi, ahogy mondtam. Ezt a játékot nem szeretem. Óvatosan a betűkkel. De az 5 milliót szeretem. Tehát ez... Ez a furcsa kettőségi játék tartalmazza. Igen. Ahagyjuk is a... Szóval... A következő játék, amit kevésbé szeretek innen... Szakszám, hát, forma. Ez szerintem. Szag. A szagrész. Gyímánt. Mit a lelkembe rejtettem némán? Jó. Semmi baj. És most ez jön. Szerintem ez a legjobb játék itt a világon. Jaj, fent. Akkor nézzük. 13. Hello. Szabi. Uff. Oh, surgutál. De ez nem is az. Nem, de. Ja, jó, látom. Bocsánat. Ajjajjaj, nyomor. Bár itt most... 14. Körbe lőttem. Itt most ájjájkodunk, azt lehet a másik szám már rég megvan. Kettő. Mi az, hogy kettő? Ha mi az? Szóval. 15.
Ú, és nekünk van 12, 14. Na de még van egy esélyünk a főnyereményre. Nézzük meg. Egy gyűrű. Gyűrű. Egy kincses láda. Ujjúj. Egy amulett. Egy drága kő. Amulett. Még egy amulett. Amulett. Kupa. Drága, drága kő. Kincs. Drága kő, amulett kincs. Gyakorlatilag... Drága kő, amulett kincs. Drága kő, amulett kincs. Gyűrű. Aaa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 a
A. Megkeresi a betűket. A és P. A, P. Aktív, de. Passzív. De, nekem annyi, mondtam ott a kedves lottozós nének, hogy olyan szimpatikus ez a sárga szín, olyan jó igen, volt ránézni. Olyan 91, meg ilyen A, ezek valamiért nekem... Az a abszolút fölnyelmény. Csikizik a fantáziámat, abszolút. Így, hogy csika. Így van, úgyhogy... Óvatosan sok betű van ott. Ha itt most nyersz a tezet, én nem fogok üvölteni. Jó. Kost keresünk. Kost a papának. Oroszlán. Kossolj már. Halak. Ez nem túl okos. Az a baj, itt beletesznek egy bakot. Mérleg. Ott az én mérlegem. Rák. És azt kihagyjuk. Na. Így is van. Hújúj. Akarok milliókat látni, nem 300. Nem. Az millió. Nem a papa. Millió. Nem. Nem, papa. Azaz. Yes, papi. Ez az. Yes, papi. Gyere. Come on, papi. Ujjjj. Ujjjjj. Papi. Ne. Papi. De jó, most tökre izgultam egyébként. Srácok, papi. Rosszul sorsejeztünk eddig. Meg kell, hogy mondjam, mert tök izgalmas volt, hogy itt 3-0 már itt volt. Mi van akkor, ha még van? Yes, papi. Rosszul csináltuk. És akkor a kos. Ez egy fél, szarvas, ez egy dupla de nem az. És pedig 10 millió volt rajta. Hát Szavikám, hogyha ezek itt most ilyen sikertelen köröknek sikerültek, akkor tudjuk, hogy mi ilyenkor a megoldás, ugye? Így van, meg kell pörgetni a szerencse kerekét. Bónus mém! Úgyhogy, pörögjön az a kerék. Tiktak, ja van hangja, jó. Kabarás! És akkor jöjjön a kis karácsony. Eddig a bónusz sorsegyeink, statisztikái. Egyből egy. Jöjjön a... Funcs. 2007-es. A 2007-es 20-as. Ünnepi szimbólumok. Mit ünneplünk? Óvatosan. Kesztyű. És nagyon sok a nulla alatta. Rák. Bitcoin. Lassan, Szabi, olvasj el. Bocsánat. Csizd majd, de látom. Csizd mi. Így van. Csak ilyen picit kapar már bele a tetejébe. És most jön. Hogy találgathassunk. Az? Ez lehetne csi... Nem. Ez koszorú lehet. Koszorú? Lehet koszorú. Kesztyű? Ne, hiszem ez masni. Mi ez? Ez masni. Masni. Jó? Jó, még lehet, hogy jó a masni. Melyik? Középső vagy ez? A bal szélső. Az olyan... Az... Dísz. Nem, az rénszarvas. Hello! Szarvi! Szia Szarvi! Amit tök jó kedvű. Én is szeretnék szarvi. Ilyen jó kedvű lenni. Ha ez egy szarvas ember. Egyszerűen ekkora... Az... Mi ez? Sapka. Sipka. Jó. Sipka. Surguta. Szó. Az utolsó. Az utolsó esély a pénz szerzése. Ez Csizma. Csizma. Bónusz sorsjel! És akkor a következő részben megtudjuk ezt. Mit rejt a csizma? Nem. A főnyeremény. Ez a főnyeremény. Úgy fogom csinálni. Nem kell nekünk. 10 nem. Nem. No. Ne. Vidd innen. Nem. Vidd innen. No. Nem van még egy. Főnyereményt már nem nyerhetünk. Ezres. Megy szépen lefelé. 10 millió, 100 000, 10 000. 500.
500! Buszos sors! Hát, lehet, hogy minden sorsainkat bónuszként kéne lekaparni. Ó, várjál, tiszta homályosok vagyunk. Jaj, bocsánat. Lehet, hogy minden sorsainkat bónusznak kéne lekaparni, mert eddig kettőből kettő. Tehát akkor videónként egy kaparás benne vagytok? Elbírnátok? Hát, hogyha a bónusz mind kisorsolódik. Így van. Nagyon jó volt. Túl sokat mondom, hogy így van egyébként, de nagyon jó volt, ahogy nyertünk, mert szomorú, ha nem nyerünk, de most örülök, hogy nyertünk. Ez egy nagyon érdekes következtetés, de az a lényeg, hogy megpróbáltuk. És én esküszöm, minden sorsegynél ezen túl a nullákat keresem. Minél több nulla, mert sokkal izgibb volt. Esküszöm, az asztalonál elkezdtem izgulni, pedig rég volt ilyen. Elég sok sorsegyt lekapartunk már. Úgyhogy, ha szeretnétek, hogy még több sorsegyt lekaparjunk, TikTok, mi van? Instagram. Feliratkozás. Like, komment. És nézzétek videót a végig. Tudjuk, hogy nem olyan jók. De jobbak lehetnének, hogyha néznétek. Mert akkor több nézőnek sokkal kreatívabbat tudunk csinálni. Szíves. Ezeket valahogy kalkuláljátok össze magatokban. Holnap Tali. Bocsi, holnap Tali. Pá.